Kicsinak is olyan ideges vagyok, hogy nehogy a Krisztinek valamit elkottyancson a Sanyi arról, hogy meleg. Hát az egész falu rólunk fog beszélni Kovácsiba, hát elsüllyedek a szégyentől. Ki ne derüljön, tudod ezek a fodrászok, tudod a plekkászok, és kiderül nekem, és utána itt a faluba érted, elkottyintja, vagy itt a templomba, így egy Kovácsiba, hát érted, ez egy sváb falu, érted, ez egy tisztesség, rendes, böcsületes sváb falu, hát. Már így is az én oldalamra odaírták, érted, a Sanyira, hogy ne haragudj, mit szerettek ezen a hülye uzin. Hát nem tudtam, majd ezt süllyedtem, hogy a Facebookon írják, hogy ezen a hülye uzin, mit, hogy ezt írják a Sanyira, hát. Csak ezt hallgat. Aztán ne tudd meg. De képzeld el, hogy itt tényleg írják inkább az oldalamra, hogy ezt a hülye úzit, hülye teljes idegben vannak. De nem zavar egyébként, hogy neved aranyszó. És képzeld, megfigyeltem, a legtöbbjük né. Tudod, valamilyen né. Mit tudom, milyen né volt, Csonkárné, Kapitányné, Huszárné, Lakatosné, valami né, mindig a né, tehát kézzel, de pont beszélgettem az Icuka baráttól, akit be kellett követni, mert versenyben van a lányával, Lulukával, és mondja, hogy kézzel, de hogy neki nagyon jó barátja a Klau, tudod, a Klaudia. És akkor tudod, a múltkor, amikor mondtam, hogy kövessétek be, tényleg az itt, tudod, vele voltam a izébe, a szép művészetibe, előkelőkkel, tudod, az overallba öltözött kis hölgy, szőke, nagyon helyes kis nő. Nem a Nadika, a másik, halálcsinos. És mondja, hogy kézzelem, hogy amikor a Klaudiával sztorizik, vagy valami, akkor általában bekövetik, de akkor mindig nék. Tehát, hogy nálam meg a modernek, érted? De a Klaunál a nék? Hát én úgy rögtem, érted? De tényleg, te onnantól kezdve menjél be egy ilyen hivatalba. Múltkor is találkoztam egy barátnőmnek az anyósával, és akkor annyit mondott az anyós. Stúfba volt, ilyen volt, tudod. A faluk előkelőssége. És annyit mondott, Szabóné, üdvözlöm. Mondom, csi, mondom, hogy kell szólítani? És akkor tényleg nem tudom a magyar nyelvben. Nem olyan jó ezek szerint a magyarom. Tudod, hogy így tudjam, hogy ilyenkor mondja. Mert tudod, ilyenkor akkor úgy szólítod, hogy mit tudom én, Szabóné, egy kis erős paprikát, egy erős pisztát adhatok még a leveshez. Szabóné, meg akartam kérdezni, hogy szereti ön a somlói galuskát, mert ha étterembe ülsz, hogy akkor Szabónézed? Vagy lehet, hogy azon is gondolkodtam, hogy végig Szabónézni kell, mert ő a falu előkelőséget, tudod, battacukor, haj, csinosan, kikerázva, minden, és akkor fogod magad? Szia, anyukám! Jaj, várjál, itt egy élesz. Jaj. Ja, sportosan elegáns vagy. És akkor ott törik meg a jég, amikor már közel enged magához. Tehát most már úgy olyan, majd úgy nem, azt is mondhatnám, hogy pirkélőségeihez tartozik, tudod. És akkor azt mondja, tudja mit? Magának lehetek csak. Marika. És onnantól kezdve megtetett, ugye a né, érted, hogy mikor van tényleg Hajnal András né. Tudod, és amikor már így, hogy is mondja neked, édeszem, hogy Pirtuba vagytok, akkor azt mondja neked, hogy tudod, egy tojászlikőrrel a kezébe, Szabóné, érted, vatracukor, hely, érted, haj, érted, és anyukám, hogy kell megszólítani. Hát ezt imád, mert a francia az annyiból jó, hogy mi Madame Dupont, Madame Noblecourt, tudod, és akkor fölveszi a nevét, és akkor onnantól kezdve Madame lesz belőle. De magyarul meg a né, érted? Olyan idegben vagyok a nékkel, hogy ilyen szóban vannak, és azok szokták el. Hát ne haragudj, hogy nem egy jó keresztény, egy uzeránsz, érted? Egy pidirassza, és ordít magán kívül a Facebook. Ordít monitor mögül a Facebookon ír, hát fel vagyok háborodva, hogy mi, hová lesz a világ, és egyáltalán és anyukám így írja magán kívül egy darab izé, a fotója az mondjuk egy amarillis virág maximum, mert fotó az nincs. Hát figyelj, óriásziak a nék. Na jó van, anyukám, hát főkem, ne arra, hogy hajnalba rohantam a gyerekkel a fodrászhoz, úgyhogy most csak ki ne derüljön ez az egész. Istenem, hogy csak ki ne. Én tagadni fogom. Hát nekem bárki is azt mondja, mondjuk Kovácsiba, a Patikába, halljuk, hogy a Sanyi az úgy tudjuk, hogy
Hogy a fiúkkal van? Hát megmondom, miről beszél? Látta a kis izét, a Sosikát? A kis tackó lányt? Hát azt mászta meg. Hát videóval róla, hogy kislánykutyával volt. Olyan ideges vagyok. Taka!